Lelki tanévkezdés. Családi napot tartottak az evangélikusok. Szüreti felvonulás. Idén is népszerű volt a 2005-ben újjáélesztett esemény Becsehelyen. Ázsiai rangadó az arénában. A kontinens tornára készülő válogatottak meccsét Kuvait nyerte. Jó estét kívánok, Szabó Fanni vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója szeptember 12-én kedden. Jöjjenek a részletek! Tanévnyitó családi napot rendezett vasárnap a Nagykanizsa és környéke társult evangélikus egyházközség a helyi felekezeti templomban. A program során a különböző generációk Jézus csodáinak hátterével ismerkedhettek meg. A családi nap hagyománynak számít az evangélikusoknál. Korábban ezt az eseményt pünköstkor rendezték meg, az utóbbi években került át az első tanítási hét végére, hogy a gyermekeket lelkileg segítse az iskola év kezdetén. A környékbéli társuláshoz összesen 6 közösség tartozik, ez a nap az ő ünnepük is egyben. Nagy találkozások vannak ilyenkor, úgyis, hogy így van átjárás a gyülekezetek között, tehát akik ismerik egymást, azoknak is egy jó találkozási lehetőség. Végre van idő leülni, kicsit beszélgetni, és hát így telik a nap. Sok gyerekkel, aminek nagyon örülök, hiszen róluk is szól ez a mai nap, tanévnyitó istentisztelet, sokan vannak itt, és nagyokat játszanak. Rafai Balázs korábban kémia és hittantanárként dolgozott. Előadásában a krisztusi csodákat igyekezett bemutatni különböző természettudományos eszközökkel a gyerekeknek. A prezentációjában hangsúlyozta, nem a csodák mikéntjét szeretné elmagyarázni, hanem szemléltetni azt, ami a Bibliában le van írva. Van egy jó kis mondatom, amit szoktam mondani, hogy megpróbálom megmutatni a megmutathatatlan legnagyobbat a megmutatható legkisebbeken keresztül. Itt a molekulák és részecskék világára gondolok egy-két kísérlettel, hogyha közel hozom a gyerekekhez, vagy a nézőközönséghez, lehetnek azok idősebbek is, a teremtett világ szépségeit a kísérletekben, akkor tulajdonképpen ezek Isten bizonyítékként szólnak. Az idei családi napon délutánig várták a szervezők az érdeklődőket az evangélikus templomba. Az eseményről bővebb összeállítást láthatnak mai Napi Kanizsa című műsorunkban. A közösségi összefogáson volt a hangsúly pénteken Miklósfán. A helyi városszépítő egyesület és a Mindenki házának vezetése közösen a fiatalokat bevonva dolgozott az intézmény udvarán. A Lokomotív Közösségi Alapítvány hirdetett meg a nyár elején egy pályázatot, amelyre olyan civil szervezetek jelentkezhettek, akik a közösségépítést, az önkéntes programokat preferálják. A civil összefogásnak Miklósfán nagy hagyománya van, hiszen a Mindenki háza is így épülhetett fel annak idején, emlékeztetett Pintér Tubaj Kinga, az intézmény vezetője. Idén elkészült az udvaron levő padok fölé egy féltető, amit szerettünk volna lefesteni. És összekapcsolva a pályázati lehetőséget a mi céljainkkal, úgy gondoltuk, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy bevonjuk az utódokat, a gyerekeket, az általános iskolás 7.-8. osztályosokat, tovább örökítsük nekik a hagyományt, és megmutassuk, hogy a civil egy munka, az együtt dolgozás, ez nem csak munka, hanem örömforrás is valahol, és ez építi a közösségünket, ez visz minket előre. A pénteki program két részből állt. A fizikai munka, a festés előtt Kosekné Ács Krisztina szociális segítő tartott előadást a gyerekeknek az önértékelés, önismeret témakörében. A fiatalok mintegy 40-en vettek részt a programban. Azért mi jöttem el, mert ez egy nagyon jó közösségfejlesztő program, és mindenki jól érzi magát itt. Itt vannak az osztálytársaim, és jó a hangulat. A Színezd újra nevet viselő közösségi akcióra nem csupán a helyi diákokat várták. Az eseményt meghirdették a településrész lakossága körében, és az aktív miklósfaiak meg is érkeztek a Mindenki házához, hogy segítkezzenek a munkában. 18. alkalommal tartottak bor és szüreti fesztivált Becsehelyen vasárnap. Jellemző a program népszerűségére, hogy a felvonuláson alig fért fel mindenki a település körbejáró járművekre. Hey,
Becsehely mindig is híres volt a szőlészetéről. Valamikor a maga 400 hektárjával Zala megye legnagyobb zárt kertje volt a környéken. A szüreti felvonulást tradicionálisan szeptember 2. vasárnapján rendezik meg a településen. Mivel a szombat a szüreti munkák napjának számít, és a hét utolsó napja a pihenésé ebben az időszakban. A hagyományt a település vezetése csak nem 2 évtizede élesztette újra, némileg modernizált köntösben. Így idén is több tucat autó járta végig a falu főutcáját. 2005-ben úgy gondoltam, hogy hát ezt a hagyományt ezt élesszük föl, és 2005 óta azon emlékeim alapján igyekszünk megvalósítani. Bár ugyan lovak nincsen, lóháton már nem jönnek huszárok, meg legények, de most más jellegű technika van, és másként járjuk végig a falut. A megállóknál néptáncosok szórakoztatták az egybegyűlteket. A programon való részvétel a helyi és környékbeli fiataloknak is nagy élményt jelentett. Szerintem mindenkinek egy nagyon jó élmény lehet, hogy ezt így megnézhetik, és én nagyon ajánlom nekik, hogy eljöjjenek megnézni. A szüreti felvonulás a faluháznál zárult, majd a becsehelyiek estében nyúlóan mulattak a szüreti ünnepségükön. A magyar turisták számát tekintve rekordévet zárt Horvátország. Eddig 2019-ben utaztak legtöbben déli szomszédunkhoz, ahol az iskola kezdéstől szeptember végéig tartó utószezon is népszerű a magyar látogatók körében. A szeptemberi időszak is ideális Horvátországban egy tengerparti nyaraláshoz, és hiába ért véget a nyár, sokan őszelejére időzítik az utazásukat. Érdekesség, hogy az Adria Intercity járattal Nagykanizsáról közvetlenül lehet eljutni Splitbe egészen szeptember 27-éig. Kósz Attila, a Horvát Köztársaság magyarországi tiszteletbeli konzulja elmondta, a két ország baráti kapcsolata is közrejátszik abban, hogy egyre népszerűbb úti cél Horvátország. Idén az utóbbi évekhez képest jóval több, 650 ezer magyar választotta nyári kikapcsolódásként ezt a térséget. Nagyon sokan látogatták meg Horvátországot, 20%-kal több a turista Magyarországról, és 15%-kal nőtt a vendégészakák száma. Én azt gondolom, ez egy nagyon szép szám. Eddig a 2019-es év volt a rekordév, de most 2023 ezt meghaladja, és egy nagyon rekord turista év lesz, amit olyan szempontból is, ami a magyarországi vendégek számát illeti. A Splitbe közlekedő járat sikerében Kósz Attila szerint az is közrejátszik, hogy sokan autó helyett választják inkább a vonatozást. Kiemelte, nem csak a nyári kikapcsolódás és a tenger miatt érdemes odautaznia a turistáknak. Horvátország nagyon sok természeti kincsel rendelkezik, és én azt gondolom, hogy a nemzeti parkok. Horvátországban sok több nemzeti park van. Én azt gondolom, például ilyenkor szeptemberben a tengerparti fürdőzés mellett a kirándulás is egy nagyon jó opció, hiszen azért már nincs olyan nagyon meleg, és nagyon sok szép tájat meg lehet tekinteni. Pár idén szeptemberben is többen utaznak a horvát területekre, a korábbi évek átlagánál. Sokan mégis azért kedvelik az ősz elejé vakációt, mivel így elkerülhető a nyári tömeg. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. A legkisebbekre is gondolnak. Átadták a sakjátszótér program eszközeit. Ázsiai rangadó az arénában. A kontinens tornára készülő válogatottak meccsét Kuvait nyerte. Átadták a sakjátszótér program eszközeit hétfő délelőtt a Miklósfai tagóvodában. Az oktatás segítő projekt a Nagykanizsai Központi Óvoda és a Tuxara Aqua Profit Nagykanizsai Sakklub együttműködésének köszönhetően jöhetett létre. Az iskolai sakpalota programhoz hasonlóan Szakacsics Szabolcs a klub alelnökének szponzorációjával indulhatott el a kanizsai óvodákban a Polgár Judit módszer alapjain nyugvó sakjátszótér. Összesen 24 óvónő vett részt a képzésen. Miklósfán már évek óta foglalkoznak a sakk oktatásával, ami eddig is jelentősen segítette a gyerekek fejlődését.
Az az óvodai feladat, ami a komplex készségképességfejlesztést célozza meg, és az iskolai életmódra való felkészítést, ahhoz ez az eszközcsomag és ez a módszertan jócskán hozzájárul. Mire gondolok? Fejlődnek a társas kapcsolataik, ugye egy nagyon komoly interakció van itt a játék során, fejlődnek a gondolkodási műveleteik, a stratégiai gondolkodás, és az algoritmikus gondolkodás, és hogy miért, hogy az algók, azok a konkrét lépések, a kreativitás és a magasabb szint, amikor már ők maguk, ismerve a lépéseket, tudnak kombinálni. Nádasi Tamás, a SAK klub elnöke hangsúlyozta, elsődleges céljuk, hogy a program segítségével felfedezzék a tehetségeket, és biztosítsák a kanizsai SAK társadalom utánpótlását. Emellett hozzátette, sokan a felnőttek játékának tartják a SAKot, ám ez korán sincs így. Ha játékosan tanulják, és erről szól ez a sakkovoda program, akkor az azt jelenti, hogy a saknak az alaplépéseit, az alapjáték eszméjét megtanulják, elsajátítják, és innen tudják képezni magukat tovább a magasabb szintekre. És tudják ezt a tudást hasznosítani az egyéb tanulmányaikban, főleg a matematikában, de mondhatom, hogy minden tantárgyban segítik őket. Megtanítja a játékosokat a taktikai, stratégiai gondolkodásra, a logikai képességeiket erősíti, a memóriájukat bővíti, megtanítja őket küzdeni. Az átadó végén az óvoda középcsoportosaiba is mutatták az egyes eszközök használatát. Németh Né Kovács Edit hozzátette, a program sikerességét látva a jövőben szeretnék a SAK általi közösségfejlesztésre is helyezni a hangsúlyt, például a tagóvodák közti sakpartikkal. Válogatott kézilabda mérkőzésnek adott otthont pénteken a Kanizs Aréna. A találkozón a bahreini és a kuvaiti nemzeti csapatok mérték össze tudásukat, és némi meglepetésre utóbbi gárda győzelmével zárult az ázsiai rangadó. A legutóbbi olimpián 8-én végző bahreini válogatott Balatonbogláron edzőtáborozik, és kedden már vívott egy meccset az arénában a szlovén bajnokságban szereplő Jeruzsálem Ormaz ellen. A kuvaitiak Mariborban készülnek, és a két szövetség alig másfél nappal a találkozó előtt egyezett meg a pénteki mérkőzésről. Mindkét csapat számára fontos ez az időszak, hiszen a szeptember 23-án kezdődő Ázsia játékokra készülnek, amelyet a kínai Hangzhouban rendeznek. Az összecsapás, amely bő 40 perc késéssel kezdődött a kuvaitiak csúszása miatt, végig nagy küzdelmet hozott. Kuvait a fél időben 16-14-re vezetett, ezután viszont az esélyesebb, ám tartalékosan kiálló bahreiniek átvették a vezetést. A meccs hajrájára megint fordulat állt be a játék képében, és végül Kuvait 30-26-ra győzött. A találkozó a két válogatott szakvezetését is segítette abba, hogy eldöntsék, kiket neveznek be a hamarosan kezdődő nagy tornára. A csapat 80%-ra megegyezik majd azzal a csapattal, aki az ázsiai bajnokságon fog pályára lépni. Annyit kell tudni, hogy innen csak 16 főt fognak tudni nevezni, viszont 4 oszlopos tagja a válogatottnak, ők Szaúd-Arábiában vannak, mert a bajnokságot már elkezdődött, és a klubok nem engedték el őket, mert minden egy játékos meghatározó a saját klubjában, úgyhogy Bahrein majd innen, ha vége lesz, jövő szerdán az edzőtábornak hazautazik, a 4 játékos csatlakozik hozzájuk, az edző akkor leszűkíti a keretet a 20 főből 16 főre, és ezzel a 16 fővel vágnak neki majd a kínai tornának. Kezdetét vette a Városi Dárc Bajnokság a helyi egyesület központjában a hétvégén. A győztesnek járó trófáért való küzdelem első fordulójában 32 játékos vett részt. Immáron hagyománynak számít a Freehill Darts Clubnál, hogy az év utolsó hónapjaiban bonyolítják le a Városi Bajnokság küzdelmeit. A játékosoknak 4 forduló alatt kell elegendő pontot gyűjteniük ahhoz, hogy bekerüljenek a fináléban szereplő legjobb 12 közé. Az előző években 44 ponttal lehetett bejutni a döntőbe, egy győzelemért 32 pont jár, így akár 2 játéknap alatt is meg lehet alapozni a sikeres szereplést. Horváth Balázs egyesületi elnök szerint a mezőny évről évre erősebbnek számít. 2 győztesünk van ebben az alatt a 4 év alatt, igazából 3 plusz 1 ugye a Covid miatt. Rász Tibor és Neumeier Krisztián tudtak idáig diamaskodni ebbe a sorozatba, de úgy gondolom, hogy most már annyira fejlődött a társaság, hogy egy-egy napon bárki győzelmeskedett itt. Azt, hogy a nagy döntőben mi lesz, azt meg nem lehet megjósolni előre. A Városi Darts bajnokság történetében még senkinek sem sikerült címet védenie. A tavalyi győztes Rász Tibor most erre készül, ám ő is tudja, hogy nem lesz könnyű dolga.
Az első bajnokságot ugye nekem ott azt mondom, benn voltam a legjobb 12-ben, abszolút nem is volt úgymond reális esélyem. Én abban az évben kezdtem el igazából dárcozni. 2020-ban én azt gondolom kellett egy kis szerencse is hozzá, viszont jó mérkőzéseken, jó játékosok ellen sikert nyerni, és azóta az követően ugye Krisztián nyert, hát tavaly pedig én, és az veszem észre, hogy évről évre mindenki fejlődik, de önmagához képest is, meg mint csapat is most már úgy gondolom, hogy simán tudnánk szerepelni, akár feljebb is. A Városi Darts Bajnokság döntőjét karácsony és szilveszter között rendezik a helyi egyesület főhadiszállásán. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Lelki tanévkezdés. Családi napot tartottak az evangélikusok. Születi felvonulás. Idén is népszerű volt a 2005-ben újjáélesztett esemény Becsehelyen. Ázsiai rangadó az arénában. A kontinens tornára készülő válogatottak meccsét Kuvait nyerte. Ez volt a Kanizsa TV híradója szeptember 12-én kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön Cigó Csándor műsorra az értékeink. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra! Yeah.